A koronavírus járvány után idén újra a megszokott rendben zajlik a központi középfokú felvételi. A tanulóknak először magyarból, majd egy rövid szünet után matematikából kell számot adni tudásukról. Mobiltelefont és okosórát be lehet vinni a terembe, a készülékeket azonban kikapcsoltan ki kell tenni a tanári asztalra, hívta fel a figyelmet a Győri Szakképzési Centrum Sport és Kreatív Technikum igazgatója. A tanulóknak érdemes úgy készülni, hogy sokkal-sokkal hamarabb megérkezni az adott iskolába, ahol írják a felvételit. 9:30-kor kezdjük mi az adminisztrációt és egyéb dolgokat, tehát érdemes 9-re már az iskolába bejönni, egy kicsit akklimatizálódni, jó, hogyha hoznak magukkal enni, innivalót, nyilván nem túl sokat. A szünetben érdemes mozogni, friss levegőt szívni, a reggeli ébredést pedig úgy időzíteni, hogy az agynak legyen ideje felkészülni az erőpróbára a jobb eredmény érdekében, tette hozzá Csengeri Mária. A szakgimnáziumba, technikumba, gimnáziumba jelentkezők átlagosan 45-50%-os teljesítményt nyújtanak, a megoldás során ugyanis nem kizárólag a lexikai tudása mérvadó. A gondolkodási készségre, a probléma megoldó készségre, olyan összetett kompetenciákra, amivel mondjuk egy szöveget fel tud dolgozni az illető. Szövegértési feladat rész is van ebben. Helyesírásra is kell figyelni, de nem feltétlenül csak arra. Szövegszerkesztésre, stílusra, vagy ha a matematikára gondolok, akkor nagyon sok minden a logikára épül, de van matematikából is olyan rész, amelyik mondjuk a mértékegységeknek az átváltására, ezeket természetesen meg kell tanulni. Az igazgató szerint fontos a jó időbeosztás is. A fogalmazás megírását például érdemes a magyar feladatlap végére hagyni. Célszerű erre 15 percet a végéből hagyni, mert jól kell megírni, kereknek kell lenni a fogalmazásnak, és ugye itt nem csak a helyesírás, a tartalom, a megszerkesztettség, a stílus, a nyelvhelyesség számít, tehát ez egy elég komplex feladat. Matematikánál jó részt úgy épülnek fel a feladatok, hogy fokozatosan nehezednek, és ott pedig én azt tanácsolnám, hogy amire azt gondolja a tanuló elsőre, hogy nem tudja megoldani, az nem biztos, hogy egyébként így van, de menjen tovább arra, ami gyors meg tud oldani, és térjen vissza oda, amit esetleg elhagyott, mert addig akár eszébe is juthat a megoldás, vagy akkor marad egy kis ideje átgondolni. A Mórában 156-an írják meg a felvételit most szombaton, köztük különös bánásmódot igénylő tanulók is. Ők indokolt esetben több könnyítést is kaphatnak, ami időhosszabbítást, számológép vagy akár laptop használatát jelentheti.